Kertész kollégákkal arról szoktunk beszélni, hogy ha újabb 10 000 fát el akarunk ültetni, akkor ahhoz majdnem 10 000-rel kevesebb autó kell, ami a zöldsávban parkol. Most azért mondtam ennyire ilyen nagyon szélsőséges példát, hogy de az biztos, hogy sok ezer autónak kevesebb helye lesz. Ugye az autó foglalták el korábban ezeket a zöldsávokat. Ott most már szokások alapján azt gondolják, hogy az parkoló, de valójában a zöldsáv. Tehát gyakorlatilag biztos, hogy sok ezer autónak nem lesz helye, hogyha fákat akarunk. Hát ez majd egy társadalmi döntés lesz, hogy akarunk-e fákat az autók helyére. Ez egészen biztos. Tehát a következő 10 000 új fát Budapestre program, az biztos, hogy nem lesz olyan zöggenőmentes. És akkor mondok egy még fájdalmasabban. Ha nem is 10 000-et, de jó pár ezer fát ki kell majd vágni. Na most nagyon fontos az, hogy nem azért, hogy az új fáknak, mert hogy ez üzlet, vagy nem tudom micsoda, hanem azért, mert végtelen hosszú listák vannak az önkormányzatoknál, meg a főkertnél is, olyan fákról, olyan fasorokról, amiről tudjuk, hogy ki kéne cserélni. Amúgy egyébként, hogyha ha belenézünk mondjuk így a fába télen, amikor nincsen lombja, akkor tényleg látjuk, hogy már hányszor vissza lett csonkolva, már ferde, már odvas, már nem tudom. Van egy ilyen elv azért Budapesten, hogy egy fát azt így addig mentünk, ameddig lehet. Tehát addig tartunk a helyén, ameddig tényleg valami. Ugye nyilván azt a szolgáltatást már nem tudja nyújtani, mint egy egészséges, nagy lombkoroni fa, de egyrészt ennek korábban a pénzhiány is az oka volt, a 90-es években, 2000-es években. Most, hogy már mondjuk van erre lehetőség, mondjuk volt lehetőség a 10 000 új fát Budapesttel programra, most már azért kicsit bátrabban lehetne ezeket az egyébként életük vége felé járó fákat kiváltani, de most mit jelent az élete vége felé jár?